Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás július 21-éig. Megemlíteném azt, hogy vannak új felvételeim, ahol mutatom a kártya gyűjteményemet. Nem azért, mert dicsekedni akarok ezzel, hanem itt arról van szó, hogy megmutatom, hogy melyik kártya csomagban milyen kártyák vannak. Ha te vásárolsz, akkor tudod, hogy mi van a csomagban. Azon kívül röviden mondom a jelentését is, tehát ha valakit érdekel a kártyavetés, akkor sokat tud tanulni tőlem. Ezek a videók most így a közeli jövőben rendszeresen megjelennek, mutatom a Lenormand kártyákat, a Kipek kártyákat, a cigánynak kártyákat, azon kívül a tárókártyát természetesen. És most megnézzük, hogy mi várható a jövő héten. A hétfői nap itt látható, hiszen a hold uralkodik a hétfői nap felett. Ezen a napon Mars bolygó és Uranusz bolygó konjunkcióban áll, találkoznak, együtt hatnak. Ez jelentheti azt, hogy gyorsan cselekszünk, hogy nem gondoljuk át a dolgokat. Ennek lehet persze hátránya is. Mars bolygó jelentheti a férfiakat is, és Uranusz bolygó a változásokat jelenti, hogy különösen a férfiaknál vannak most változások. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt látható a hold, ez jelenthet anyai témákat. Lehet, hogy a férfiak újra felveszik a kapcsolatot az anyukájukkal. Amit a hold még jelenthet, ezek az álmok, a vágyak, az elképzelések. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Itt a ház jelentheti a te otthonodat, vagy az övét, ez lehet a szülői ház is, a kapcsolat a családdal. Amit a ház még jelenthet, egy látogatás, vagy hogy szeretnétek együtt kiépíteni valamit, vagy valamit változtatni az otthonotokon. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Itt a torony lehet egy személy, aki magas és sovány. Lehet, hogy az látogat meg téged. A torony jelenthet egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet is. Lehet, hogy szerdán ezt kell rendezni. Amit a torony még jelenthet, hogy fogva érzed magadat a toronyban. És ez egy szűkös helyzet, amikor keresel egy kiutat, keresel egy megoldást. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt láthatóak a halak, és jelentik az anyagiakat. Ez a bőség, tehát itt lehet nyeremény, lehet egy bevétel is. A párkapcsolatban a halak jelentik a belső értékeket, amikor megkapod az elismerést, mert ő értékel téged, vagy nála vannak ilyen elvárások, hogy te értékeld őt. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, kiderül az igazság, megvan ez a gyönyörű kisugárzásod, sőt, megvan a vonzalom kettőtök között. A nap ezen a napon láthatóvá tesz bizonyos dolgokat vagy személyeket, ez lehet egy fontos találkozás is. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Itt látható a hegyvidék. Lehet egy kirándulás a hegyekbe.
De a hegyek jelentik néha a korlátozásokat, az akadályokat. Ezen a napon el lehet gondolkozni azon, mi akadályoz téged, vagy mi blokkolja őt, hogy lehetne ezeket megoldani. Itt középen van a nap szimbóluma, és a nap uralkodik vasárnap felett. Ezen a napon teli hold van az indiai asztrológia szerint a nyilas jegyében. És itt kell egy új irány, kell a koncentráció, és ez a teli hold jelenthet utazásokat is. Ezen a napon majd tartok egy szertartást, de előtte megjelenik majd egy videó, ami érinti ezeket a témákat. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt a koporsó segít abban, hogy le tudjatok zárni bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat, ami eddig nehezítette az életeteket. Ez a koporsó lehet egy örökösödési ügy is, vagy jelentheti a múltat, ilyen régi témákat, ami így most visszatér hozzánk. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!